Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Először megnézzük, hogy mi történik pénteken, az itt látható. Nagyon sok pénzről, nyereményről van szó. Itt látható a bíróság. Ha benne vagy egy ilyen bírósági perben, akkor itt ez a pénz, ez a nyeremény azt jelenti, hogy nyerni fogsz. És itt megvannak az elvárásaid, minden úgy történik, ahogy te ezt elképzeled. Itt ez a bírósági épület szimbolikusan jelentett egy bizonyos helyzetet is, ahol igazságtalanság ért a múltban. Lehet, hogy volt veszteség, pénzkiadás, vagy mások kihasználtak téged anyagilag. Megvannak az elvárások, ez sikerül, itt van a nyeremény. A szombati nap itt középen látható egy utazás. Az jelentheti azt, hogy ez a férfi útban van hozzád, itt látható a szerelem, egy találkozás, sőt, a szerencse is megjelenik itt a kivetésnél. Ez az utazás lehet egy közös nyaralás is, ahol mindketten boldogok vagytok, itt látható a szerencse és a szerelem. Ez a kártya gyakran utal változásokra is, mint például egy költözködésre, és ő útban van hozzád. A vasárnap itt látható, itt a nappali szoba jelenti a te otthonodat, és itt van egy találkozás a pároddal. Az is lehet, hogy tervezitek azt, hogy legyen egy közös otthon. Minden rendben van. Megvan a szeretet, a bizalom, a közelség, de azért légy óvatos, mert a háttérben megjelenik ez a hamis nő. Lehet, hogy ő figyelget benneteket, és nem akarja azt, hogy boldogok legyetek. Vagy az is lehet, hogy nincs köze a kapcsolathoz, hanem itt más témákról van szó. Például, hogy a párodon kívül meglátogat téged egy hölgy, ez lehet valaki a családból, lehet egy barátnő, egy ismerős vagy kolléganő, de azért légy óvatos, mert a nő hamis, én úgy gondolom, kíváncsi arra, hogyan élsz, az is lehet, hogy irigy a kapcsolatodra, a szép otthonodra. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!